2 milliárdos fejlesztés Gyulaházán, több mint 8000 négyzetméteres fóliaház és hozzá tartozó kiszolgálócsarnok épült a településen. Készülnek a szezonra, akár rekord vendégszám is lehet idén a Sóstó gyógyfürdők ZRT strandjain, a jegyárak nem változnak. Húsvéti razzia mérleg, 4 nap alatt 4500 járművezetőt ellenőriztek a vármegyei rendőrök. Magyarország eddigi legnagyobb közfoglalkoztatási beruházását adták át Gyulaházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A 2,2 milliárdos fejlesztéssel egy 8000 négyzetméteres fóliaház és egy hozzátartozó több mint 1000 négyzetméteres kiszolgáló csarnok épült. A szabályozott mikroklímájú növényházban termelési ciklusonként 150 tonna uborkát tudnak majd betakarítani. Az önkormányzat 5 éven keresztül 12 fő nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatását is biztosítja a gazdaság élénkítő programban. Szalagátvágás Gyulaházán több mint 2,2 milliárd forintos közfoglalkoztatási beruházást adtak át a településen. A 8000 négyzetméteres növényház és a hozzátartozó több mint 1000 négyzetméteres kiszolgáló csarnok a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával épült. A fóliaház mikroklímáját számítógép vezérli, fűtését biomassa tüzelésű rendszer biztosítja. A fenntarthatóságot napelemek és a csapadékvíz felhasználása is növeli. A növényházban egy termelési ciklusban 150 tonna uborkát tudnak majd betakarítani, amelynek értékesítéséhez partnert is talált az önkormányzat. Ez a településnek egy óriási lehetőséget jelent, hiszen maga a beruházás értékéből is látszik, hogy ez egy gigahatalmas beruházás, milliárdos beruházás, sőt nem is egymilliárdos beruházás. Mi bízunk benne, hogy ezt a lehetőséget, amit biztosított számunkra a belügyminisztérium, ezáltal a program által, ezáltal a projekt által, mi ezzel fogunk tudni élni, hiszen jelen pillanatban semmilyen gazdasági bázisunk, semmilyen hátterünk nincs. Ezzel azon túl, hogy 12-13-14 embernek piaci kenyeret, piaci körülmények között tudunk majd munkabért biztosítani. Azon túlmenően remélünk belőle azért egy kis hasznot, ami az önkormányzat működésébe fogunk tudni beforgatni. Sesták Miklós, a térség országgyűlési képviselője szerint ez a fejlesztés lehetőség és felelősség is egyben, melynek piaci alapon működő beruházássá kell válnia. A fóliaház pedig hozzájárul a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez is. A térségnek ez óriási lépés, hiszen önerőből ilyet megvalósítani nem tudott volna, és egyelőre külső vállalkozó piac alapon meg nem tervezett ilyet. Aki ide bejön, látja, hogy több mint 8000 négyzetméter fóliasátor, 21. század szerinti technika, így kell ezt csinálni. Román István főispán elmondta, számos nehézségbe ütköztek a beruházás megvalósításán dolgozó szakemberek. A pandémia és a háborús helyzet is hozzájárult a kivitelezés késéséhez. A főispán kitért arra is, a kormány közfoglalkoztatási programja számos eredményt és értéket teremtett a vármegyében. Ennek egyik kiemelkedő példája ez a beruházás. Az elmúlt éveket, ha végignézzük, és akik itt élünk a vármegyében, azt láthatjuk és elmondhatjuk, hogy bizony ezeknek a forrásoknak számtalan eredménye és számtalan értéke teremtődött meg itt a megyében. A közfoglalkoztatásnak is köszönhetően településeink sorra újulhattak meg. Nagyon sok olyan embernek, aki számára a munkaerőpiac elérhetetlennek tűnt, munkát tudtunk adni a közfoglalkoztatáson keresztül, és ami egy óriási sikerélmény, az pedig az, hogy a közfoglalkoztatás az valóban jelentette egy átmenetet, mert a foglalkoztatás, közfoglalkoztatásból a munkaerőpiacra, az elsődleges munkaerőpiacra több tízezer ember jutott át az elmúlt években. Ez a legnagyobb közfoglalkoztatási beruházás 2011 óta, mondta Réti Pál, közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár. A kormány még 2019-ben döntött a gazdaságélénkítő program elindításáról. Hosszas előkészületek után több mint 3000-ről 445-re szűkült a potenciális kedvezményezettek száma. Végül 3 körben 93 település, köztük Gyulaháza jutott támogatáshoz.
Megnéztük azt, hogy milyen közfoglalkoztatási problémáink vannak. Első körben azt gondolom, hogy azon próbáltunk meg építkezni, de új elképzeléseket is befogadtunk. Hát Gyulaháza és ez a vidék, nyilván Szabolcs-Határbereg megye, ez mezőgazdasági termelésben mindig is egy erős megye volt, és ugye megnéztük azt, hogy hol vannak olyan hiátusok, ahol a helybeli foglalkoztatást tudjuk mi fejleszteni, és helyben tudunk az emberek munkát biztosítani. És megnéztük azt is, hogy mely településeken legnagyobb a tartós munkanélkülieknek az aránya, így esett a választás Gyulaháza településre. A fóliaházban úgynevezett hidrokultúrás növénytermesztés zajlik, melynek lényege, hogy a növények termesztése független a talajtól, a gyökérzet ugyanis egy mesterséges közegben fejlődik. Ez ebben az esetben kókuszrostból áll. Idén két termelési ciklusban mintegy 300 tonna zöldséggel számol az önkormányzat. Az innovatív megoldásoknak köszönhetően azonban jövőre már három ciklusban mintegy 450 tonna uborka betakarításával tervez a község vezetése. Hétvégén mindössze 5%-kal emelkedik a jegyár, a hétköznapokon pedig változatlan marad, így készül a Sóstó Gyógyfürdők ZRT a közelgő strandszezonra. A medencék rendszerét már kitakarították, újabb növényeket ültetnek és újítják a kiszolgáló helyiségeket. Nyáron különböző tematikus kulturális programok is lesznek, de a sportszerelmeseinek is kedveskednek. A labdarúgó Európa-bajnokságot és az olimpiát is nagy kivetítőkön nézhetik majd a vendégek. Még nincs minden csempe a helyén a parkfürdő medencéinél. Zajlanak a felkészülési munkálatok a Sóstó Gyógyfürdők ZRT területén. Felújítják a padokat és kiszolgáló helyiségeket, ültetik az új növényeket, a víztározók pedig ugyan még üresek, de már kitakarították a rendszert. Mondta el 35 perc című műsorunkban Matavovszki Dániel, a társaság vezérigazgatója. Nagyon nagy problémával szerencsére nem találkoztunk, hát igen, ilyenkor a munkának egy jó része a föld alatt történik, a gépházakban, át kell nézni a szivattyúkat, csővezetékeket, szűrőrendszereket, ezeket át kell fertőtleníteni, és bizony ott van a sok-sok munka a parkkal is, zöld hulladéknak az összegyűjtése, növényeknek a telepítése, fűnyírás és fűpótlások, úgyhogy reméljük, hogy erre a szezonra szépen fel fogunk tudni készülni. Egyenlőre még nincsen olyan nagyon nagy rendkívüli esemény, reméljük, hogy nem is lesz. A tavalyi strandszezon hektikusan alakult, júniusban a szinte folyamatos esőzések miatt kevesen látogatták a park és tófürdőt, a július-augusztus-szeptember viszont már kiváló vendégszámokat hozott. Az ősz folyamán aztán új szolgáltatásokat vezettek be, ezeket a várakozáson felül vették igénybe a jegyetváltók, így a téli hónapok is forgalmasan alakultak. Egészen jól sikerült a 2023-as év, a 2024-es évnek az indulása is egészen jó. A tervhez képest jelentősen tudtuk növelni a vendégszámunkat, már most ebbe az elmúlt három hónapban is, és a tavalyi évhez képest is egyébként. Ennek oka volt, hogy a téli szezonban számos új szolgáltatást vezettünk be. A szaunákra például elég nagy hangsúlyt fektettünk, szaunaszeánszokat szerveztük a vendégeknek, amikről nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és ennek megfelelően nagyon szép forgalommal zajlottak ezek a rendezvények. Emellett új jegytípust is vezettünk be így a téli időszakban, ez a termáljegy, ami arról szól, hogyha valaki nem szeretné az egész fürdőt igénybe venni, nem szeretne csúszdázni például, vagy a hullámedencébe menni, akkor tud külön kedvező áru belépőjegyet vásárolni csak a termálmedencékbe. Készülnek újdonságokkal a közelgő nyári időszakra is. Nagy kivetítőkön közvetítik majd a nyári labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit, majd az olimpiát is. Felújítanak és bővítenek a parkolóban, és új tematikus kulturális programokat is kilátásba helyeztek a vezetők. Jegyár emelésre azonban hétköznapokon legalábbis nem kell számítani. Nem tervezünk változtatni a korábbi jegyárakon. Ugye január 15-én volt egy minimális jegyáremelés, ez azt jelenti, hogy a tavalyi évhez képest csak is kizárólag hétvégén 5%-kal növeltük a jegyárakat. Hétköznapi jegyárak azok változatlanul maradtak. Ezeket az árakat tartjuk majd a nyári szezonra is, tehát további emelés az nem lesz. A tavalyi évhez képest a hétvégi jegyárak 5%-kal emelkednek, hétközben pedig maradnak. Egyébként a hétvégi jegyáremelés nem is vonatkozik azokra, akik online vásárolják meg a belépőjüket,
hiszen tavaly év decemberétől ezt is megtehetik, ezzel el fogják tudni kerülni a nyári szezonban a sorbanállást is, és egy picit kedvezőbben tudják megvenni, kedvezőbb áron tudják megvenni a belépőjegyet. A vezérigazgató hozzátette, különösen fontos, hogy megszólítsák a helyieket, és minél nagyobb számban váltsanak jegyet a nyíregyháziak. A külföldi turisták száma az elmúlt évben már megközelítette a Covid előtti 2019-est, leginkább Szlovákiából, Lengyelországból és Romániából csobbantak a sóstói strandokon. Önállóan méretteti meg magát a Mi Hazánk mozgalom a június 9-i önkormányzati és Európai Uniós parlamenti választásokon. Kovács Koppány Zoltán, a párt nyíregyházi elnöke sajtótájékoztatóján elmondta, egyik legfőbb céljuk a helyben maradás segítése, a város lakosság megtartó erejének biztosítása, ebben pedig, mint mondta, nem a külföldi munkavállalókra, hanem a nyíregyháziakra számít a mozgalom. Nem csatlakozunk egyik induló pártszövetséghez, vagy rivális párthoz sem. Önállóan méretjük meg magunkat, és elutasítjuk mind a guruló dollárok, mind a csúszóforintok képviselőit. A Mi Hazánk mozgalom az a tiszta harmadik erő, ami lehetőséget biztosít a választások utáni elszámoltatásra és egy tisztább politikai élet megvalósítására. A Mi Hazánk mozgalom nyíregyházi szervezete is önállóan indul a választási körzetben. Mind a 15 egyéni választókerületben indítunk jelöltet, és állítunk polgármester jelöltet is. Nyolc sofőrnek vették el a jogosítványát a húsvéti közúti ellenőrzések során Vármegyénkben. A szabolcs-szatmár-beregi rendőrök 4 nap alatt mintegy 4500 járművezetőt ellenőriztek térségünkben. Ebből további 19 ember különböző mértékű bírságot és büntetőpontot kapott. Jó hír, hogy itt a sofőr idén nem okozott személyi sérüléssel járó balesetet a Vármegyében. Átfogó ellenőrzést tartott a Vármegyei Rendőrség az utakon a húsvéti időszakban. A március 29-től április 1-jéig tartó 4 napban kiemelt figyelmet szántak az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére. Körülbelül 4500 főt ellenőrzte gépjárművezetőt, és ebből a 4 nap alatt gyakorlatilag volt 10 bűncselekményi értéket fújt állampolgár, aki gépjárművet vezetett, ezáltal nekik egy büntetőeljárás keretében fogják vizsgálni az ittas elmövezetést, illetve mellette még volt gyakorlatilag 19 fő, aki közigazgatási értékre fújt valamit a szondárba, ami azt jelentette, hogy volt, aki 39 ezer forintos bírságot kapott, mellette ad büntetőpontot, illetve volt, aki 130 ezer forintot, és mellette 8 büntetőpontot kapott az által elkövetett jogsértés miatt. Az ittas sofőrök kiszűrése mellett az általuk okozott személyi sérüléses balesetekről is vezet statisztikát a rendőrség. Személyi sérüléses balesetek történtek, igen, de ami pozitívum ebben a húsvéti 4 napos ellenőrzési sorozatunk, illetve a 4 napra vonatkozólag, hogy a személyi sérüléses balesetek során ittas járművezető nem követett el személyi sérüléses közlekedési balesetet. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt negyed évben több mint 14.200 gépjárművezetőt ellenőriztek térségünkben, ebből pedig összesen 81-en fújtak pozitív értéket a szondáztatás során. Csaknem 4 millió forint értékű dohányárut foglaltak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei egy személyautó ülései alá rejtve Beregsuránynál. Több mint 200 karton ukrán zárjeggyel ellátott cigarettát rejtett kocsijába egy izraeli állampolgár, aki Beregsuránynál akart az ország területére belépni. A férfi mindössze 2 doboz cigarettát jelentett be. A tételes vámvizsgálaton azonban a jármű csomagtartójának alsó rekeszéből és a hátsó üléssor alatti átalakított padlólemez alól további 2000 doboz ukrán zárjeggyel ellátott cigaretta került elő. A NAV munkatársai a dohányárut lefoglalták és az autót elkobozták. A férfival szemben több mint 7 millió forint vámigazgatási bírságot szabtak ki, továbbá költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tettek az illetékes bűnügyi nyomozóigazgatóságon. Az online térben és személyesen is várták a verselni vágyókat a költészet napja alkalmából a Laborkaféban, idén már 8. alkalommal. A 24 óra vers egyik nem titkolt célja, hogy régen elfeledett vagy soha nem hallott versekkel építsen hidat egymás között a közösség.
Egy kalandnak indult 2017-ben a 24 óra vers a Laborkafé önkénteseinek körében. A személyes jelenlétet a Covid alatt az online lehetőségek váltották fel. Ma már hibrid formában mindkét közösség képviselteti magát az egész napos rendezvényen. Itt a helyszínen egészen az aktívkorú dolgozó embertől a nyugdíjason át a középiskolásig szoktak megjelenni a térben, inkább jellemzően a délutáni órákban és délutántól az éjfélig tartó időszakig. És egyébként az online térben jellemzően a mondjuk pedagógusok küldenek a tanítványokról videót, mondjuk akik zenés verset adnak elő, vagy mondjuk a szülők a gyerekeket veszik rá, hogy mondják el az iskolában megtanult verset. Nem is kellett sokáig várni. A nyíregyházi Waldorf iskola 10. évfolyamos diákjai érkeztek nagyobb létszámmal. A fiatalok eleinte kicsit bátortalanok voltak a kameránk előtt, ezt a tanárnőnek kellett megtörnie. Mi az a hang, amely befonja álmunk? Nem tudom, de csak remélem mindig. S az éberlét útjára visszahullva tudom, hogy szívós leszel, mint fának kéreg, s mint a folytonos veszélyben bajban élő vadférfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. Ezt a verset egy görög származású fiú írta egy táborozás alkalmával. Volt viszont, aki Radnóti költeménnyel érkezett. És az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap egy kőre léptem én. Én itt a kő, de föntről e kő sem látható. Nincs műszer, melyen mindez jól megmutatható. A Magyar Költészet napja április 11-e, József Attila születésnapja, így nem csoda, hogy ő az egyik legtöbbet idézett költő ezen a napon. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed. Hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. József Attila és Radnóti, ők viszik a pálmát. Nagyon sokan szeretik Dzsida Jenőt, Áprili Lajost, Szabó Lőrincet, úgyhogy az ő műveiket szoktuk hallani legtöbbször, és hát vannak az újak, az új kortárs szerzők is, akiket általában a gyerekek, a fiatalabb korosztály, Lackfi János, Varró Dániel, tehát az ő műveiket inkább a fiatalabb korosztály, de ők is előbukkannak. Sőt, egyre többször van olyan is, aki inkább saját verset mutat be ilyenkor, mint például az egyik waldorfos diák. Vasból vagy, hideg üres vasból. Mit érdekel téged, kinek értét ontod? Vasból vagy, fáradt Isten markol. Mit érdekel téged a világ rendjemától? Vasból vagy, vértől mocskos vasból. Mit érdekel téged, mely végtagot vágod? Vasból vagy, de fegyver mi bántott? Mit érdekel téged, mi ügyért harcolsz? Vasból vagy, hideg üres vasból. Kit érdekel téged, mi bántott a nyomor? Vasból vagy, tüzes égő pokol. Kit érdekel, hogy lettél szívettépő kardforn? Vasból vagy, bántott szegény ámbor. Kit érdekel, hogyan szenved Pláton? Vasból vagy, tűzből edzett vasból. Mit érdekel téged a világ rendjemától? Megnyerte a negyed döntő első mérkőzését a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a Kék Cápák az NB1B piros csoportjának felsőházi rájátszásában idegenben 101-93-ra verték az Újbuda MAF csapatát. A két nyert meccsig tartó párharc második találkozója vasárnap 17 órakor kezdődik a Continental Arénában. Mintegy 500 gyerek állt rajtkőre Máté Szalkán a Fényes Kupa úszóversenyen. A rendezvény csatlakozott az Aktív Magyarország programhoz, így mindenki teljesített legalább 500 métert. Ebben a hónapban még egy nagyszabású futóversenyt, májusban pedig egy kerékpárversenyt rendeznek Máté Szalkán. Ezekért az érmekért ugrottak medencébe a Máté Szalkai Fényes Kupán induló versenyzők. A Máté Szalkai MTK 8. szakosztályaként 7 évvel ezelőtt alakult meg az úszóké. Az Aranycápáknál 5 edző foglalkozik a gyerekekkel, akik közül többen már szép sikereket értek el. A babaúszással kezdtünk,
aztán az úszásoktatásnak a alapjaival, és B-kategóriás versenyzőik lettek, és most az elmúlt 4 évben már A-kategóriás úszókkal is büszkélkedhettünk, és emellett természetesen az általános iskolák és középiskolák esetében a diákolimpiának aktív résztvevői vagyunk. Ugye kezdem is azzal a sikeres eredménnyel, amit Tóth Ákos ért el legutóbb, hiszen az országos döntőig jutott el a diákolimpián, a megyei diákolimpiát megnyerve 100 méter hátúszásban, és országosan pedig 11. Ez azt gondolom, hogy nagyon előkelő annak tudatában, hogy milyen tradicionális úszóklubok vannak. Emellett Úr Péter neve úgy gondolom nem ismeretlen a Máté Szalkaiak és környékbeliek ismeretében, hiszen Péter is kiváló eredményeket és korosztályos magyar bajnokként ugye a Máté Szalkai MTK aranycápák szakosztályából került ki. A hazaiak mellett Nyírbátorból, Vásárosnaményból, Fehérgyarmatról, Nyíregyházáról, Újfehértóról, Zákonyból, Csengerből, Szerencsről és Hajdúszoboszlóról is érkeztek versenyzők. 6-tól 18 éves fiatalok versenyeznek ma Máté Szalkán. Több mint 100 futam lesz, korosztályok, távok szerint, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lépés afelé, hogy a hamarosan kezdődő párizsi olimpia felvezetéseként mi ma itt megtaláljuk azt a fiatalt, azt a gyermeket, aki majd lehet, hogy 10-15-20 év múlva talán egy újabb olimpiai aranyéremmel gazdagítja Magyarországot. A fényes kupán a versenyzés közben vagy mellett még egy 500 méteres táv teljesítése is várt a résztvevő fiatalokra. Ennek a versenynek ugye részben a lényeg is, hogy az aktív Magyarországhoz becsatlakozva 500 métert le kell úszni, hát nem 500 métert fognak az úszók úszni, hanem jóval többet ennél. Több mint 500 olyan úszószám fog itt lebonyolódni, nyilván egyénre lebontva, ami ezt a fajta feltételeit ennek a mai napnak kielégíti, és hát nem utolsó sorban, amellett, hogy a gyerekek egészsége természetesen biztosított, a visszhez való szoktatásuk, a sportoláshoz, a mindennapi mozgáshoz való szoktatásuknak egy lépcsőfoka lehet ez az úszás oktatás is, az úszás tanulás is, és a versenyzés is. Az úszóversenyt követően április 27-én Fussafény városában elnevezéssel egy 3000 méteres futóversenyt rendeznek Máté Szalkán. Május 25-én pedig az egész országból várják a résztvevőket a Tour de Gát kerékpárversenyre, amelyet a Kraszna töltésén rendeznek meg. Hazai pályán játszik a kisvárdai futballcsapat az NB1 28. fordulójában. Feckó Tamás együttese szombaton 14 óra 30-as kezdettel az Újpestet fogadja a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Debrecen, Kecskemét, Paks, Fehérvár FC, MTK, Budapest, DVTK, Zalaegerszeg, Ferencváros és Mező, Kövest, Puskás Akadémia. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Több mint 8000 négyzetméteres fóliaház és hozzátartozó kiszolgáló csarnok épült Gyulaházán. Az átadáson elhangzott, ez a magyarországi közfoglalkoztatás legnagyobb volumenű beruházása 2011 óta. A szabályozott mikroklímájú növényházban termelési ciklusonként 150 tonna uborkát tudnak betakarítani. Az önkormányzat 12 fő nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatását is biztosítja a komplexumban. A beruházás a belügyminisztérium támogatásával több mint 2,2 milliárd forintos forrásból valósult meg. Zajlik a nyári szezonra való felkészítés a Sóstó Gyógyfürdők ZRT szabadtéri strandjain. Az idei nyáron fókuszban lesznek a sportközvetítések. Nagy kivetítőkön nézhetik a vendégek a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit, majd az olimpiát is. A jegyek áraiban a hétköznapokon nem lesz változás, sőt a családi jegyekhez még nagyobb kedvezménnyel lehet hozzájutni. Az idei húsvéti időszakban is volt, aki alkoholfogyasztást követően ült volán mögé. A Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint 4 nap alatt mintegy 4500 járművezetőt ellenőriztek. 8 sofőrnek a helyszínen elvették a jogosítványát, további 19 ember pedig különböző mértékű bírságot és büntetőpontot kapott. Április 12-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton krónikával, vasárnap a gazdasági héttel várjuk majd önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!
Szombaton napos száraz idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, utóbbiak időszakosan szűrhetik a napsütést. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 24 fok között várható. Vasárnap nagy részt fátyol felhős napos idő várható, éjjel azonban északon helyenként már vastagabb felhőtömbök is lehetnek, addig csapadék nem valószínű. Napközben 26 és 28 fokig melegedhet fel a levegő.